Azt hiszem, hogy az ön számára a legkedvesebb helyen vagyunk, ugye pont abban a kijelölő térben, ahol a tűzománcok vannak elhelyezve. De hát itt végül is az egész tér egy nagy kedvenc lesz, nem? Hogy végre megnyílik egy galéria Nyírbátorban. Hát tulajdonképpen 20 éve erre várunk, mert a 20 éves lepusztítása a stúdiónak végre egy kimeszelt épületbe fogad bennünket. Hát és nem is akárhogy, mert végül is a művek fogadják itt a vendégeket, ami azt hiszem, hogy nagy elégtétel nem csak a művészeknek, hanem talán a városnak is, nem? Hát ez majd kiderül, hogy hogyan fogadják. Az, hogy mi mit gondolunk, az meg a magánügyünk. Na jó, de hát azért a művész a szeret megmutatkozni, és szereti a visszacsatolást is, nem? Hát egy idő után van olyan, amikor azt mondja az ember, hogy legszívesebben nem megyek a falra a képeimmel. Van ilyen állapot is. Na jó, de ez most, ez az egy kegyelmi állapot a mostani, nem? Ez a jelenlét, ez egy becsületbeli jelenlét. A felszámolt műhelyek helyére mindenki összeszedte a számára kedves alkotást, és a továbbiakban őrzik a saját otthonaikban. Mennyi munka volt abban, ebben önnek, hogy létrejött ez a galéria? El kell olvasni. A volt egyszer egy stúdió 300 oldalát, és erre választ kapnak. Jó, az...